Budapesti Operettszínház kezdeményezte ezt a vetélkedőt, aminek a címe Tiétek a színpad. Ez felhívás volt minden kisdiáknak, nagydiáknak, drámatagozatosnak, hogy megmutathatják, hogy mit tudnak, mit szeretnek csinálni, mit tudnak egy irodalmi alkotásból egymásnak megmutatni. Volt egy alapkoncepció, azon kívül, hogy természetesen Cervantes regényéhez és regényéből kellett kiindulni, de mindenképpen fontos az, hogy valami olyan mondani valója legyen annak a kis röpke 15-20 percnek, amit csinálunk, amit ők is magukkal tudnak vinni. Ó, előbb sem, mint hogy engem megírnának, megnyúzom én mindent, mint hogy egy hajszálam és görbülnek. Nem csak drámásokkal dolgoztunk együtt, hanem zenészekkel is együtt dolgoztunk, illetve táncosokat is fölvittünk a színpadra. Ettől volt különleges a mi produkciónk, hogy a három művészeti ág egy helyen, egy térbe volt jelen. Különleges és felelősségteljes gyerekekkel dolgozni, mert egyrészt várnak egy olyan visszajelzést, hogy a saját tehetségüket hogy tudják legmaximálisabban kibontakoztatni. Ugyanakkor egy közösségépítés is zajlik. Talpra magyar! Szabadság, szerelem! Ez a gyönyörű kezdeményezés, ez folytatódik. Egy újabb pályázatot szeretnénk meghirdetni, aminek a jeligéje Keressük korunk ifjú hős amazonját. Az idén mutattuk be Huszka Jenő Mária főhadnagyát itt a Budapesti Operettszínházban, ami a szabadságharcról szól, és ezen belül Máriáról. Tehát ez lesz a következő pályázatnak a mottója. A közönséget tulajdonképpen nekünk kell kinevelni, az nem jön be majd csak úgy magától. Tehát az nagyon fontos, hogy a fiatalokkal, a gyerekekkel megismertessük a színháznak a világát, azt, hogy ez egy izgalmas, remek dolog, egy nagyon jó program, ami nem csak szórakozás, hanem egy szellemi táplálék is. Tehát ez, ha úgy nézzük, akkor a mi szemszögünkből is egy nagyon-nagyon jó dolog. Több gyerek is volt, aki utána, amikor megcsináltuk itt ezt a műsort, azt mondta, hogy új, akkor ők el fognak jönni és megnéznek más előadásokat is. Tehát felkeltettük az érdeklődésüket a színház iránt.